Idén tovább nőtt a szakképzésbe jelentkező nyolcadikosok száma. A középfokú oktatásban tovább tanulók csaknem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Ez azt jelenti, hogy ősztől közel 34 ezer diák kezdi meg a tanulmányait az új rendszerben. Ez sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor, tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Megújult ugyanis a szakképzés Magyarországon. 5 éves technikumi rendszert vezettek be. Nagyon nagy örömmel tudok arról beszámolni, hogy egyre népszerűbb a megújuló szakképzés új iskolatípusa a technikum, hiszen egy csomó vonzó új lehetőséget kínál úgy a tanulók számára, mint a családjaik számára, mint a duális partnerek számára. Az egyik és talán legérdekesebb, hogy ebben az 5 éves iskolatípus képzésben egyszerre szerezhetnek a tanulók érettségit és szakmát. De ami talán a tanuló számára legfontosabb, hogyha itt végez, akkor biztos munka lehetősége lesz a munkaerőpiacon, úgy Tolna megyében, mint a tágabb értelembe vett régióban. Ugyanazokból a tantárgyakból kell érettségit tenniük az idejáróknak, mint a gimnazistáknak. 12. év végén 3 tantárgyból tehet közismereti tárgyból előrehozott érettségit, majd a 13. évén végén kell letegye a technikusi vizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal lényegesen egyenletesebbé válik minden tanulónak a terhelése. De amit a cégek már nagyon régóta fogalmaznak meg igényt, hogy használható nyelvtudással rendelkezzen az iskolából kikerülő tanuló, én azt gondolom, hogy ennek a technikum biztos meg fog felelni, hiszen az 5 év során igen magas óraszámban tanulják a tanulók a nyelvet. Azt gondolom, hogy a cégek szempontjából is nagyon fontos változás, hogy hozzájuk igazodó kompetenciákkal fognak kikerülni a tanulók a munkaerőpiacra, és ez azt gondolom, hogy nagyon jó. A technikumi oklevél egyébként emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzés bejelentkezés során, mondta el az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is nagyban lerövidülhet. Továbbá előnye a technikumi képzésnek, hogy a következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. A kezdet-kezdetén 8000 forintos ösztöndíjat fog kapni, majd mikor a duális partnerekhez kerülnek a tanulók, akkor ez már korrekt munkabérré fog alakulni, és hát fog kapni egy egyszeri sikerdíjat akkor, amikor végez a tanuló és leteszi sikeresen a szakmai vizsgáját. Ennek összege egyszeri akár 300 000 forint is lehet. A sikerdíj összege szintén a tanulmányi eredménytől és a munkavégzés minőségétől függ majd. Csapó Gábor azt mondja, a most érettségizők is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Nekik 2 évet kell tanulniuk, hogy megszerezzék ezeket a végzettségeket. Sőt, még a jelenleg dolgozók is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Mindazok, akik munka mellett tanulni vágynak, azoknak is lesz lehetőségük ezen képzési típusra jelentkezni, de szeptembertől egy egészen új, megújult módon. A felnőttek képzése annyiban megújul, hogy mindazok, akik bennünket választanak, egy előzetes tudásmérésen kell átessenek, és amennyiben egy adott szakmához kapcsolódóan rendelkeznek alaptudással, valamiféle képességgel, készséggel, úgy ezt már nem kell elsajátítsák a képzés során, és egy munkához igazodó, sokkal rugalmasabb rendben fogják tudni megszerezni a technikus képesítésüket a jövőben. Csapó Gábor elmondta, tagintézményeikben vannak még szabad helyek, így a következő hetekben lehet még a technikumba jelentkezni.